A sokszor kellemetlenül porzó vörös salak a rideg, szintén sérülésveszélyes betonpálya már csak emlékeztet a múltra a dombovári Szent Orsolya katolikus általános iskolába. A centerpálya teljes egészében a legkorszerűbbé alakult át egy év alatt. Világítással, védőhálóval felszerelt műhüves pálya szolgálja a sportot, a labdarúgást. Nem hullott a zölükbe ez a 30 milliós létesítmény a dombováriaknak. A széleskörű civil összefogás volt a mozgatórugója, ennek a hiánypótló, a helyi gazdaság szereplőit megmozgató fejlesztésnek. Mi civilek fogtunk össze, tehát ebben ugye önkormányzat nem vett részt, hanem maga az intézmény, illetve az egyesület fogott össze, és kerestük meg a vállalkozókat, miután a pályázatot megírtuk, és a Tolna Megyei Szövetség segítségével a labdarúgó szövetség jóvá hagyta, hogy megépíthessük ezt a pályát. A pályaépítési programban példaértékű az, hogy egy egyesület és az egyesülethez kapcsolódó vállalkozások tudták létrehozni ezt a labdarúgó pályát. Kiváltképp azért is kiemelkedő, hogy nagyon ritka, amikor ez nem önkormányzati tulajdonban van, tehát ez alapvetően egy intézményhez kapcsolódó, egy egyesületi kedvezmény kezdeményezés mentén több mint 10 vállalkozó jóvoltából jöhetett létre ez a pálya. A dombovári Szent Orsolya katolikus általános iskolában nem csupán egy sportág, hanem, ahogy a helyi illetékesek fogalmaznak, szenvedély a foci, amely csaknem akkora létszámban vonza a lányokat is már, mint a fiúkat. A pálya használatára belülről, kívülről komoly igény mutatkozik, mert hogy az egész városban ezen kívül csak egy műhüves pálya van. A másodikat, az újat egy hármas tornával avatták fel a hétvégén, amelyen dombovári, pécsi és tamási gyerekekből álló csapatok vettek részt.